Na, sziasztok srácok, üdv mindenkinek, folytassuk a Dark Souls Remastered végigjátszását. Az előző részért nem feltétlenül, de elnézést kérek, hogy tettünk egy kitérőt, de ugye a napfénytesót meg kellett menteni. Belefért egy 50 perces videóba kb. Az egész procedúra, hogy tudjak lépni annyi szintet, hogy tudjak varázsolni a Dex karakterre, annak ellenére, hogy nem nagyon akarok varázsolgatni, viszont így elég jól dodzsolunk, jó. De azt meg kellett csinálni, hogy Solaire-t ne kelljen megölnünk majd a területnek a végén. És most, ahogy ugye két videóval korábban ígértem, boss harccal fogom indítani a részt. Ugyanis itt lesz egy eléggé szemét boss. És... hát én amondó vagyok. Nem egyedül. Tehát nem azért, mert nem bízom a képességeimben. Itt van egy item. Azt eddig miért nem vettem fel? Ez egy lélek. Hogy jutok ide vissza? Így, csak így. Igen. Csak így. Jó. Olyan jó, hogy ilyen helyekre dobálják az itemeket, hogy így fél HP-zzon a zuhanás, minden. Szóval, arra gondoltam, hogy nem azért, mert nem bízom a képességeimben, mert bízom benne. De én arra gondoltam, hogy először is ez a bonfire szerintem csak plusz 5-ös. Visszaállítjuk a Halloween-et. Igen. És akkor csinik leszünk. És akkor ezt a bonfire tápláljuk 10-re. Mert nem árt, hogyha 10-es. Jó. Arra az esetre, ha esetleg nem sikerülne megölni elsőre a bosst. De, mint mondtam, én azért bízom annyira a képességeimben, hogy Solaire segítségével menni fog. Figyelemelterelés. Az lesz a cél. Itt van a napfénytesó. Igen, megidézzük. És hogy egy legendát idézzek, ez a boss harc egy igazi seggfájdalom lesz. Bocs, Csubi, de ezt kölcsön kellett, hogy vegyem. Tehát ez a terület, tehát eleve a boss is egy nagyon köcsög, szemét, szarházi senki. Illetve maga a boss area is katasztrofális, mert nagyon kis helyen kell megküzdenem az ellenféle. De ezt majd mindjárt meglátjátok, hogy miért. Tehát maga a terület az hatalmas. Viszont kurva sok láva van, ami pikpak leszedi az életünket, mert még nincsen meg a láva gyűrű. És itt a boss. Ez nem tudom, hogy kinek a fejéből pattant ki, de ez valami undorító. Ennek az anyja is egy köcsög volt, és az is csúnya volt. Ha megölöm a boss, na, ide gyorsan átugrik. Jó, hát... fasza. Jó volt. Gyere, Solaire! Zöld. Gyere, Solaire! Csald ide! Megöljük itt. Gyűrű nélkül csak itt van esélyetek ezen a kis területen megölni ezt a nagy dögöt. Amúgy sehol máshol. Le lehet vágni a végtagjait is, de visszanőnek. És hogyha levágjátok a farkát harc közben, akkor már itt harc közben megkapjátok a lávagyűrűt. És hogyha van időtök felvenni, akkor a lávában is megküzdhettek vele. Vágom és hallod, nem érzi meg. Mi a fasz? Ja, mert éppen izé rákcsált a Solaire-t. Valahova felugrott. Ja, igen, ez a tipikus az a boss, hogy nem nagyon lehet lokkolni, mert szart se fogtok látni.
Meghalt. És ment elsőre. Na, király. Mi történt? Na, szóval ez a gyűrű kell nekem ahhoz. Oké. Okay. Nyomom már rég a... ezt. Nincsen praise diszenom, de szar. Na, szóval mielőtt tovább mennénk a területen, ezt muszáj, hogy ellőjétek. Tehát csökkenti a láva okozta sérülést. Nyilván láttátok, hogy amikor ide jöttem, mennyiket sebzett a láva, amikor ugye beleugrottam. Na most ez a láva, ez most ennyit fog sebezni. És a következő területnek a 95%-a így fog kinézni. Na most ezt az ajtót fogalmam sincs, hogy hogy lehet kinyitni, de nem is erre kell menni, hanem arra. Most az az igazság, hogy ez a terület rohadt nagy szopás lesz ezzel a build-el. És itt van a Solar. Kicsit dep is. Valamit nem talál, vagy valakit. Jó. Tehát bonfire csücs. Level up, és rámegyünk az életre, mert ehhez a területhez nem árt, hogyha hosszú az életünk. Igen, 15 ezer. Nos, kérdés az az, hogy igen, elnyomunk egy humanity-t, mert ez a bonfire, ez eléggé fontos lesz. Mert elég sokáig fogunk innen újraindulni. Igen, a másik, amit szerettem volna, a lelkeket megnézni. Ezt elnyomjuk. Kapunk érte kb. 2000-et, 5-öt. Jó. Meg a, ennek valamelyik bossnak. A Gwyndolinnak a lelke. Igen, elnyomjuk azt is. 16 000, király, ebben bíztam. Jó. És akkor tápláljuk ezt a tüzet. Plusz 10-re. Jó. Hát ez így király lesz. Na jól van, akkor esünk neki ennek a szopós területnek. Azt a kurva életbe. És muszáj erre eljönni, illetve hát mondjuk nem tudom mennyire muszáj, szerintem annyira azért nem. De ez a terület, ez katasztrófa. És látjátok ezeket a nagy dögöket? Ilyen gajnak néznek ki messziről, de egyébként nem azok. És aki esetleg játszott a Dark Souls 2-vel, abban is voltak hasonló lények. De ezek nagyon búzik. De ezekkel még véletlenül se eljátok leharcolni, mert magatokra vonjátok a figyelmet, és rátok fog rohanni mindegyik. És tuti meghaltok. Na most viszont kell nékem ez. Ez egy harcos lelke. Erre itt feljövünk. És akkor átjövünk ide. Igen. És valahol itt szemben egyébként... Vagy ott? Lehet, hogy ott. Úristen, deszedi a HP-t még így is. Ez is egy harcos lelke. Valahol erre lesz egy bonfire. Ez is lebeg. Ez nem nyílik. Valahol itt van egy bonfire. Nem, egy láda van itt. És ez egy jó láda. Egy hősnek a lelke. Jó. Ne, hogyha erre jövök, azt tudja, hogy észre fog venni. Úgyhogy inkább a másik oldal. Ez sem lokkolható. A bonfire meg lehet, hogy ott van lent. Mindjárt megnézzük, mert valahol itt van egy. De én előbb ide feljövök. Szétnézzünk itt fent is. De úgy emlékszem, hogy itt ebben az épületben, vagy létesítmény, vagy én nem tudom, hogy ez mi. Tehát a bonfire ott van lent. De ez majd kiderül, nem sokára megnézzük. Itt van egy item. Aha, Twin Humanity, az sem rossz. Főleg, hogy az előbb használtam el egyet. Megkaptuk a pótlást. És itt fent más nincs is.
Jó. Igényesen lejöttünk. Gyere, bátya. Jó. Nem. Valahol itt lesz. Itt van, bizony. Anyád és az Artorias páncél van rajtad. Oj, de irigyellek. Jó. Azt mondja, hogy igen. Ezt a bonfire-t is. Most ez lett a fő bonfire-ünk. Igen. És akkor rámegyünk arra, hogy kindle. Igen. És akkor innentől kezdve mehetünk tovább a területen. Tehát eddig még viszonylag jól megúsztuk az egészet. És most fog jönni az a rész, hogy itt át kell futni, és azon a gyökeren kell felszaladnom. Ez fontos. Tehát erre kell jönni. Oké. Okay. Hogy nem égeti meg a csupasz talpát? Elég csempásan járunk így felfelé. Na, szóval itt lent vannak ki ezek a hülye kis szobrocskák. Itt a sarokban is bújkál egy. Most azon gondolkodom, hogy láva van-e még a területen erre, hogy visszavegyem el a HP lopós gyűrűt. De szerintem visszavehetem most már. Szerintem egyelőre nem fog kelleni. Ha csak nem meghalok. Ez nem lokkolhatós. Oké. Itt viszont lesznek páran. Ott van fent egy item, és fogalmam sincs, hogy hogy lehet megszerezni. Jó. Igen, itt lesz egy pár ilyen dög. Nem muszáj megölni őket, el is lehet szaladni mellettük. Nagyon lassan közlekednek, de viszont, hogyha utolérnek, akkor komoly fejfájást tudnak okozni. Főleg, hogyha felgyújtanak. Nézd meg, már itt van a hátam mögött a kis sunyi. Jó. Nézd meg, hallod, honnan jöttök? Itt item nincsen valahol eldugva? Nem, nincs. Azért ez rikítana itt a sötétben. Jó, menjünk tovább. Gyere, bátya, te is. Oké. Okay. Ott viszont láttam egy itemet, azt felvesszük, bármi is az. Aha, egy harcos lelke ez is. Na, jön egy új ellenfél, akivel eddig még nem találkoztunk. És eléggé utálatosan néz ki. És elég szemét is tud lenni. Jó, látom, ezt a Prepared Eye-ot nem javították ki. Három vágás. Azt hittem adott itemet. És az a baj, hogy ott fent van egy garázsló. És elég szemét. Szevasz, te is kaszásra költöztél? De kedves vagy. Ó, bazd meg. Aha, már majdnem varázsolt. NPC. Ő NPC. Ne jegyetek meg, ez nem játékos. Jó. Az ott boss. Nem megyünk még el arra. Viszont erre kell majd azt hiszem tovább menni. Viszont én még el akarok jönni erre. Ott ő nem tudom, hogy mit tüzeskedik. Mert itt nincsen senki.
Igen, ott egy item. Azt fel kéne venni valahogy. Megnézem, hogy meg lehet-e kerülni ezt a helyet. Igen, meg. Aha, jó. Ez is megvan. Ezek nem nagyon dobnak cuccost. Ez egy hős lelke. És az a baj, hogy basszus, már 40 ezer lélek van nálam. Abból tudok szintet lépni. Hú. Áj, ez jó gyűrű. És ezt a gyűrűt lehet, hogy fel is fogom venni. Sőt, fel is veszem ezt a gyűrűt, mielőtt még meghalnánk. Úgyhogy most inkább a HP-t azt leszarom. De ez a gyűrű, ez most nekem nagyon fontos lesz, főleg, hogyha bemegyek a bosshoz. Mert emlékeim, azok nem túl fényesek ezzel a bosszal kapcsolatban, mert eléggé macera megölni. Igaz, hogy három vágásban meg lehet ölni bármilyen fegyverrel. Tehát a leggyengébb fegyverrel is három vágás. De nagyon szemét boss. És nem is a bossnak a movesetje az, ami nehéz, hanem az area. Tehát a bossnak a nehézsége a boss területből fakad. Jó. HP. Igen, igen. Arra kell majd tovább menni. És akkor eljövünk. Téged is levágunk. Jó, hát én amondó vagyok, hogy tegyünk egy próbát a Bed of Chaos-szal. Meglátjuk, hogy mi lesz. Ugye ez a továbbvezető út. Erre jár, vagy én nem? És mi a fasz van? Akkor a másik út az hová visz? Itt van egy játékos jel. Mert itt van egy másik út is. Ja nem, 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 ez Zsák utca. Jó. Itt egy láda van. És ez egy jó láda. Varázslat. Amikor mondtam, hogy soha többé nem fogok varázsolni. Na jó. Most ugrik majom a vízbe, hogy hogy fog sikerülni a boss. Hogyha nem sikerül, nincsen semmi gond. Meghalt. Hogy? Na jó van, essünk neki. A sarkom az elkopik. Na, ő a boss. Na, először is el kell jönni erre balra, vagy jobbra. Ti döntitek el, hogy merre mentek. És vannak ezek a szarok, ezeket kell szétütni. Egy vágás. Na most elvileg ez a boss ez úgy nézett volna ki, ezt úgy hallottam, hogy ez még mozgott is volna. Kineveztett egy ilyen csápot, de jó vagy. És ha ez nem lenne elég, akkor figyeljétek csak. Au. 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 Srácok, ez a Bed of Chaos boss. Tehát nem kell még egyszer a bal oldalit elvágni. De viszont a terület az... Nézd, a söpröget, bazd meg! Takarítónő!
De hogy lehet valami ennyire szemét? Hogy lehetsz ilyen buzi, bazd meg? Nézd már, söpröd. De ez hogy lehet ilyen, geci? De magyarázza már el nekem ezt a fizikát, hogy ez hogy működik? Tehát, én így söprök. Akkor egyértelmű, hogy a söpréssel egy irányba kéne, hogy elvágódjon ez a fos karakter. Akkor miért vetődik el egy teljesen másik irányba? Na. Szóval, hol az a sör? Persze, ragdod a lelkeket, nincs semmi baj. Aha. A pajzs az ér valamit. Nem sok minden, de ér. Jó. Hát akkor haver, a kurva anyádat. Mi van? Mi van? Jó, a pajzs az ér valamit ellene. Na az egész mutatvány most fog még csak igazán nehezedni, mert kettő ilyen szarra kell figyelni, a terület még jobban omlik, és az egész bosst úgy kell megölni, hogy ami a Dark Souls játékoknak a gyengéje, anyád. Le ne lökjél, mert agyvérzést kapok. Takarodj! Anyád. Jó, picit távolodjunk el tőle. Na, és amit most véghez kell vinni, az olyan szinten lehetetlen lesz, hogy nem igaz. Oda át kell ugrani. A rohadt kurva! A világ legnehezebb ugrását viszem véghez, érted? És lelök, bazd meg! Hogy lehet ennyire gedva valami? Csúszszál gyorsabban, véresre kopik a sarka, elkopik a bokámig, vagy a térdemig. Na! Persze, kezd ezzel a játékot. Pajzs elő. Jó. Ez az előbb miért nem működött így? És ennyi a boss. Na most. Én ugyanezt a bonfire-t begyújtom. De nem fogok leülni hozzá. És tudjátok, hogy miért? Mert onnantól kezdve itt fogunk újra éledni. És innen vagy warpolsz. Vagy hogyha leültél hozzá, akkor fucked. De én Humbard Bonnal elhúzok innen a vérbe. Így. Na szóval, azt mondja, ez nekem nem kell, mondjuk már ez sem kell. Oké. Okay. Lelkek. Húszezer. Tízezer. Nyolcezer. Várj, úgy forgatom kamerát, hogy ti is lássátok. Következő az 5000 lesz, de mivel 2 van 10. Jó. És akkor leülünk. Level up. Erre is rakunk. Anyát, két szintet lépek és nem erősödöm. Hogy mi van? Hogy mi van? Figyeljétek már! 42-es a dexem, és a fegyvertámadásom nem erősödik semmit. Viszont, hogyha rárakok az erőre, 348-ra felugrik 116-ról.
Mi van? Most azonnal! Hát mi az Isten? Hát... Hát az rengeteg! Hát megduplál, több! Hát... Ekkora fejlődés, basszus! Hát ez kemény! Megérte! Le is tesztelem! Hát attól függetlenül egy vágásban nem halnak bele ezek a buzik. Lehet, hogy ezek ellen nem. De mondjuk lehet, hogy más ellen igen. Ja, mert most már tudom használni a katonát egy kézben. Na jó, nem, ezt még egyelőre nem. Ugye, arról volt szó, hogy erre kell majd tovább jönnöm. Majd ha fázok, akkor szólok. Na, most amerre mennem kell. Há, és én már látom, hogy mi vár rám. A kurva életbe. Mr. Vasalófejű. És elvileg ő nagyon kemény lesz, viszont adni fog Demon Titanite-ot, ami kelleni fog a Chaos Blade-hez. De lehet, hogy nem kéne harcolnom vele. Eléggé gecít vele harcolni szerintem. Az a baj, nem nagyon sérült. Hát alig fogyott a HP-jából. Mi lenne, hogyha én azért őt elcsalogatnám úgy erre? De muszáj vagyok megölni, mert ad Demon Titanite-ot. Anyát picsáját. Na jó, akkor megbaszod anyád. Ne engem basszál meg, anyádat! Ó, Istenem. Igen, Csubinak igaza volt. Azt nehéz megölni. És az a baj, hogy meg kell öljem ahhoz, hogy a Chaos Blade-emet plusz ötözni tudjam. Vagy ne is öljem meg, hagyjam a faszba, mert még ilyen vasalófejűeket tudom, hogy hol találok. Viszont elvileg ez a hídon ő az egyedüli, aki visszaspónol. De katasztrófa, tehát nagyon sok élete van. Na takarodj innen. Olaj. Jó, maradjatok is ott. Most kérdés az, hogy ezt hogy kéne megválni okosan. De nézzek, hallod, még nem csináltam semmit, és már rással. Már ahogy tud, persze. Azt a kurva!
Valahogy egyébként a... Ide kéne bejönni. Akkor hogy? De bazd meg, hogy meddig elérsz azzal a szarral? Persze. Fél HP-s. Oh. Ne bazd meg, ne! Mi a szart kezdjek veled? Most szakadtál volna bele anyádba, amikor megszülettél. Persze, menekülj csak! Nézd meg, hallod? Nem hiszem el! Isten faszát bassza meg. Persze menekülj. Hamar. Elfáradt. Au. Hozd meg a nyádat akkor. Hát ilyen nincs. Gyere, ugorjál már, vagy valamit kezdjél magaddal. Hát persze, hogy ugrottál.
Azaz! Demon Titanite, 2 darab. El se hiszem. Hú, a kurva életbe. Na. Jó, menjünk tovább. És az a baj, hogyha meghalok, akkor ez újra itt lesz. Csak mondjuk az a különbsége, hogy el fogok rohanni mellette. Na várjál, viszont ha emlékeim nem csalnak, akkor igen, itt a shortcut. Ott a bogár. Igen, ez meghon. És itt vannak ilyen hülye bogarak. Igen. Ez megvan. Soler itt fekszik. Nem akarok úgy vágni, hogy esetleg Solert is bántsam. Na! Szóval... A remasterben is működik az a dolog. Ez volt az az ajtó, amin a Poison Mistet átfújtam. És itt halt meg az a bogár, amit most veszek fel. És mivel a bogár nem ugrott rá Solerre, ezért ő életben maradt. Viszont, hogyha ezt nem csináljátok meg, akkor az a bogár ráugrik Soler fejére, és most rád támad, és meg kell, hogy öljed. Kicsit depressziós, de legalább életben van. De legalább életben van. És az nagyon fontos. Na, akkor nyissunk egy shortcutot. Ez az. Persze, ugorj el. Ugráljam anyádba! Hova menekülsz a szemét? Jó. Oké. Okay. Ennek most azért örülök, hogy Solert nem kellett, hogy megöljük. De, hogyha a könnyebb utat akarjátok választani, akkor a Káosz lányának adjátok oda a 30 humanity-t, és akkor ki lehet nyitni erről az oldalról a shortcutot. Bonfire-höz megyünk. Jó. Azt mondja, hogy bonfire. Csücs, és ez 10. Igen. Azt mondja, 5000 kell ahhoz, hogy a fegyvert tudjuk erősíteni, és megnézzük, hogy a Chaos Blade-ünket tudjuk-e. Nem, mert még kell egy Demon Titanite. A kurva életbe. És az a baj, hogy tudom, hogy hol lehet azt megszerezni. De fog fájni a testemnek. Meg kell ölnöm még egy ilyen vasalófejűt, bazd meg. Itt erre. A kurva életbe. Na gyertek csak. Ja, azt hittem, hogy nem vágsz még egyet. Viszont nekem a gyűrű az viszont kell a másik. Így. Hagyd töltse csak vissza a HP-t a bukott ellenfelektől. Na, ez is izgi lesz. Mert ahova most megyünk, az fájni fog. Jó, ez megvan. Teljes happy. Persze! A kurva életbe. A hülye leugrott.
Mindegy, az a lényeg, hogy ide kell lejönnöm. Ó, bazd meg, és ebben a szarban nem tudok mozogni. Kell a másik gyűrű. Jó, mindjárt jobb. Á, és már is támadsz, te búzi. Most öltem meg a tesódat. Ő azért jobban sérül. Na! Ott a Demon Titanite. Igaz, hogy picit könnyebben halt és csak egyet adott, de legalább adott. És akkor kell nekem az a hülye bogársapka. Mert ez így világít a sötétben, és látunk is valamit. És az meg sokat számít. Főleg, mert a következő területhez fog kelleni. Nya! Nem tudom, te itt egyedül vagy? Igen. Gyere, haver! Téged is kezelésbe veszlek. Aha, ez egy lélek. Ó! Oh. Na, ez is megvan. Ha már itt vagyok, akkor összegyűjtöm őket. Egyszer. Elég idiótán nézünk ki ebben a sityakban, azt kell, hogy mondjam, de... Most ezzel ne foglalkozzon senki. Jó, akkor ide feljövünk. Itt van egy létra. Nem tudunk gyorsabban mászni, nem? Viszont ide már nem akarok visszajönni. Jó. Hú. Mászunk, mászunk, mászunk. Ó, itt egy item. Titkos fal. Még egy létra. Milyen magas? Na, ő volt az az ember, aki ez a csapdákat teli épülethez kinyitotta az ajtót. Ugye, amikor a másik harangot is meggongattuk. Viszont jó, hogy ezzel a támadással kezd, mert ez rögtön elfáradt tőle. És meg is halt. Igaz, hogy bekaptunk egy sallert tőle, de hát most istenem. Na! Nézzünk szét, ha már itt vagyunk. Ó, igen? Hát én a mondó vagyok. Bonfire. Mi? Ennél ültünk utoljára? Majd ezért nem ültem le. Mondjuk elmenjünk Firelink Shrine-ba, mert arra kell mennem majd a következőnek. Mert megyünk a temető irányába. Na. Jó. A bonfire ide lecsücsülünk. És akkor nyomunk egy olyat, hogy a weapon és a Chaos Blade-et megnézzük. Amarra lehet, hogy rövidebb lett volna. Itt a Chaos Blade-ünk. Ajjajjajjajj. Ki van maxolva? Jó. Viszont én, srácok, vissza ide leülök. Én elköszönök tőletek. Innen fogom folytatni a következő részt nem sokára. Az a terv, hogy elmegyünk a katakombák irányába. Ott lesz a játéknak a legkönnyebb boss harca, és hogyha azt megöljük, akkor plusz 10, illetve plusz 10, 10 fölé tudjuk majd vinni az Estus-t, tehát lehet vinni majd 15-re meg 20-ra, azt hiszem az lesz a plafon. Úgyhogy a következő részben megyünk a katakombákba, és azért nem mentem eddig oda, mert ott kurva sötét lesz, és ez a sapka kell hozzá. Vagy ez a sapka, vagy egy... fákja-szerű valamilyen
tudja, bánat ilyen lámpás, vagy egy fényvarázslat, de azt egy vagy két percenként újra el kell lőni. És jobb lesz, hogyha ez a sityakölt világít folyamatosan majd a kobakunkon. Na srácok, ennek a résznek vége, remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha így volt, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha iratkozzatok fel a csatornára, hogyha támogatni szeretnétek, illetve plusz támogatás, hogyha a leírásban lévő Facebook oldalt meglátogatjátok és ott is bekövettek. Ó, és kaptam egy Estus-t. Na jó, srácok, sziasztok, a következő részben találkozunk.